Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit. Arra kérem önöket, foglaljanak helyet, helyezkedjenek el kényelmesen, és töltsék velünk a következő 25 percet, amelyben egy igazi sugárzó hölgyet hozok el önöknek. Be is mutatom vendégünket, Winkler Krisztinát. Azt hiszem, hogy Winkler Krisztinek jobban ismert téged a város, akiről annyit mindenképpen tudunk, hogy virágkötő, és azt is tudjuk, hogy tényleg nagyon sokan ismernek. Tehát ha valahol együtt jelenünk meg, és ott jönnek mások riportalanyok, mindenki ölelve ugrik hozzá, tehát valamiért szeret a város, de hogy jutottál el idáig, és minek köszönhető, hogy ilyen gyönyörű növényeket kötsz, és állítasz össze, és gyönyörűen állítod össze, azt kevesebben tudjuk. Még én is, aki kb. Olyan 30 éve riportozok veled. Köszöntelek, és nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és vállaltad ezt a szereplést. Sok rádiós szereplés után a tévé voltál már hasonlóban? Aj, szia Csilla, nagyon köszönöm a meghívást, nem? Ez egy új élmény számomra, ami nagy izgalommal tölt el, és egy nagyon érdekes pillanat nekem most, úgyhogy hálásan köszönöm a meghívást. Remélem, a beszélgetésünk végére mindenkinek nyilvánvaló lesz, hogy miért nem fásultál bele abba, amit csinálsz, mert hosszú ideje csinálod, és úgy látom, hogy egyre nagyobb szeretettel és egyre nagyobb élvezettel állsz a szakmád iránt, ami hát nyilván neked is egy jó dolog. De hát kezdjük a kislánynál, Krisztikénél. Hol nőttél fel? Hát székesfehérvári vagyok, hát rajongok ezért a városért, nagyon-nagyon szeretem. A szüleim, nagyszüleim is itt éltek, és az első igazi virágélményem az egy esküvő, úgyhogy nem véletlenül szeretem annyira szerintem az esküvőket, hiszen gondolkodtam azon, hogy is történt ez. Ugye egy 6 éves kislány az olyan magasságban van, mint a menyasszony, hogy tartja a menyasszonyi csokrot. És az én csodálatos anyukám, akit nagyon-nagyon sokan szerettek a városba, egy építőipari cégnél dolgozott, és nagyon szerette a fiatalokat, és mindenki meghívta az esküvőjére. És ugye én ott álltam nagyon-nagyon sok esküvőn, tehát rengeteg, rendszeresen mentünk anyukámmal, apukámmal ezekre az esküvőkre, és ugye az én szemmagasságomban virágcsokor volt mindig, és ezt én mindig nagyon-nagyon csodáltam, és itt volt az életem első nagy tragikuma is, mert az egyik esküvőn hazamentünk, és zokogtam. És az anyukám annyira kétségbe volt esve, hogy hát mi történhetett, és én zokogva mondtam az édesanyámnak, hogy én nem tudok aláírni. Mert akkor még nem voltam iskolás. És ugye a menyasszonyt felkérik, hogy írjon alá, és én azt gondoltam akkor, hogy én soha nem lehetek menyasszony, mert én nem tudok írni, nem tudok aláírni. És akkor az én édesanyám megnyugtatott, hogy nyugodjak meg, leszek én még menyasszony, és megtanulok írni, úgyhogy rendben lesz minden az én életemben is. Úgyhogy itt az első élmény, azt hiszem, ez volt az első igazi olyan élmény. Tehát mindjárt a megkötött csokorral találkoztál, igen, ami nyomot hagyott benned. Igen. Egyébként a kert, volt kertetek? Érdekeltek hát a belvárosban születtem, és ott volt egy belső udvar, ahol azért mindig megpróbálták szépé tenni. Volt egy hatalmas cseresznyefa, ugye többen laktak egy ilyen körbe lakták ezt az udvart, és mindenki próbált hozzátenni valamit, úgyhogy volt némi kertészkedés, de a cseresznyefán kívül nem ismertem más fát, ugye, mert aztán mindenhol beton volt, ott a Budai úton laktunk, és hát utána nyílt ki nekem egyébként így a világ. A legjobb fát választottad, de ez csak egy mellékes kitérő volt. Nos, tehát 6 évesen a vágyad és a terved az volt, hogy menyasszony legyél és alá tudjál, igen, írni. Igen. De azért közben gondolom jött, hogy hol jártál iskolába? A Petőfibe jártam, úgyhogy mindig 7:30-kor keltem, mert körülbelül 5 perc alatt odaértem. Úgyhogy nekem buszra sem kellett szállnom, és így mindenki így egy csoportban lakott a belváros környékén, úgyhogy nagyon sokáig ebben a körben léteztem, csak a Pruhászka utcai gesztenye soron mentem a nagymamához, tehát ilyen nagyon-nagyon belvárosi lány. Központi szerepet volt az osztályban? Én nem emlékszem rá, de a többiek azt mondták, hogy igen. Én most nagyjából nagyon jó a kérdésed, mert nagyon büszke vagyok arra, hogy az általános iskolában, akikkel 8 évvel együtt jártam, a mai napig összejárok. És nagyon-nagyon úgy érzem, hogy a személyiségem az sokban nekik is nagyon-nagyon köszönhető. Nyilván érdekel az is, hogy a mai világban ezt a sok szeretetet hol tudtad összeszedni. Ilyen voltál már az általános iskolában is? Tehát, hogy szeretem az embereket alapból? Hú, ez nagyon, nem, én erre így nem emlékszem. Mindig nagyon sok ember volt körülöttem. Arra emlékszem, hogy a
a szüleim, az anyukám meg az apukám. Tehát anyukám olyan nyitott személyiség volt, sajnos már nincs köztünk, és édesapám sincs már. Az édesapám volt a bélyeggyűjtőknél a titkár, a horgász egyesületben az elnök, mindenféle közösségben a teke csoportnak volt valami vezetője, tehát hogy apukám rengeteg közösségi szerepet vállalt. Ez egy példa volt egyébként, és én is nagyon szeretem ezeket a közösségi szerepeket. Édesanyám olyan nyitott lelkű művész volt, hogy tőlük tanultam ezt. Én azt gondolom, hogy a másik ember szeretete és a nyitottság, azt a szüleimnek köszönhetem. Lehet, hogy kicsit előre megyek ezzel a kérdéssel, gondolkoztam, amikor készültünk a beszélgetésre, hogy lehet, hogy az a sok gyönyörűség, ami között élsz és alkotsz és dolgozol, az is tisztítja a lelket. Biztos, hogy igen. Hogy hatással van maga a szakmám formált engem olyanra, ami ennek mondanak. Én mindig azt szoktam mondani, hogy nem vagyok senkinél különb, hanem rettenetesen szerencsés vagyok. Hogy olyan szakmám van, amiben nagyon ki tudok teljesedni, és ha esetleg egy kicsit elszomorodom, vagy valami baj ér, és virágot fogok a kezembe, akkor meg lesz a megoldás is. Tehát ez egy olyan szakmai szeretet, és olyan alázat van bennem, ami olyan mértékig fölemel engem, amiből biztos, hogy mutatkozik belőlem, amikor így vélekedtek rólam. Menjünk vissza akkor az általános iskolába. Volt valami elhatározás, hogy mi szeretnél lenni, ha nagy leszel? Nem tudtam, fogalmam sem volt róla. Valójában a véletlennek köszönhető, hogy én egy ilyen mezőgazdasági iskolába kerültem, ahol még virágkötészetet egyáltalán nem, de dísznövénykertészetet érintőlegesen tanultunk. Nagyon-nagyon szerettem Velencére járni, ott is egy fantasztikus közösség volt. Fehérvári létemre kollégista lettem, mert az édesanyám akkor nagyon beteg volt, és én szerintem most ezt vitattuk nemrég a barátaimmal, hogy valószínűleg azért lettem kollégista, hogy én ezt ne lássam, és apukám teljesen ellátta édesanyámat, én meg hétvégekre mentem haza, és talán így könnyebb volt mindenkinek, úgyhogy egy 8 ágyas szobában szintén megint nagyon sokféle emberrel, és nagyon, nagyon különleges emberekkel találkoztam, és az iskola nekem egy nagyon nagy ajándék volt abból a szempontból, hogy volt időm nézelődni a világba, hogy valójában mi, de azt hiszem ott a földnek a szeretete, meg maga a növények szeretete ott megalapozódott, és ott egyszer megkínáltak engem egy ilyen virágkötészeti lehetőséggel, amivel éltem is, tehát kijöttem az iskolából, és bekerültem a virágboltba. Tehát ez azt jelenti, hogy érettségi után gyakorlatilag igen, rögtön, és azóta is kitartóan. Igen, habár ez némi kitérőkkel, mert voltam én pályaelhagyó, amikor azt mondtam, hogy én ezt nem csinálom tovább, és akkor kaptam jó nagy pofonokat az élettől, és akkor visszapofozott az élet valójában. Tehát bármit is próbáltam ellene tenni, mindig visszakerültem, mindig ide kerültem. Visszaemlékszel az első csokrodra? Az első készítményem nem egy csokor volt, hanem egy koszorú. Amikor így először láttam a kollégáimat akkor dolgozni 18 évesen, akkor így látva őket, így magamban mondtam a 18 éves magabiztosság, hogy hát mi ez nekem, hát ezt lazán meg tudom csinálni. És amikor valójában a koszorú alapot el kellett készíteni, akkor rájöttem, hogy ez egy kemény férfi munka. És volt egy nagyon aranyos Zsuzsa néni, aki nagyon szigorúan ellenőrizte az én koszorú alapomat, mert megfogta a hátsó udvarba, és eldobta jó messzire, és hát szétesett. És akkor mondta, hogy akkor ezt újra lehet csinálni, Krisztike. És akkor nagyon megsértődtem, de azóta is hálás vagyok neki, tehát koszorút remekül tudok már kötni. És igazából úgy kellett belopnom magam a pultba, mert nem nagyon engedtek a pultba. És mikor elmentek valahova éppen, vagy valakinek nem volt ideje, akkor egy-egy vevőt kiszolgálhattam. És igazából a vevővel való dolog az, hogy valakit kiszolgálok, tehát a kereskedelmi része az nagyon megfogott engem még emellett, és egy szál szegfű zöldelt celofánba volt az első készítményem. Mai napig emlékszem, hogy meghúztam a szalagot, hogy bepöndörödjön, és ilyen legyezőre hajtogattam a celofán szélét, és akkor még gombos tűvel tűztük meg, hát így utólag így visszagondolva valami szörnyű volt, de akkor ez volt a divat, úgyhogy ez egy ilyen élmény. A korodat nem áruljuk el, de mikor is voltál 18 éves? Hát, azt szoktam mondani, hogy ugye 35 éve vagyok a szakmában,
és 3 évesen kezdtem, tehát így mindenki ki tudja számolni, persze hát ez nem igaz, de 35 éve vagyok most már a szakmában, hogyha ki valaki számolni szeretne, akkor úgy nagyjából tudja a koromat. Tehát akkor jóval a rendszerváltás előtt kezdtél el dolgozni, 90-es évek környékén, akkor mi volt a divat? Milyen virágokat használtatok? Hát a szegfűt, a gerberát, meg a szegfűt, meg a gerberát, meg néha rózsát, meg nagyon kivételes esetben orchideát. Hát más volt a divat. Én most mesélem így a kis fiatal kollégáknak, hogy akkor még nem volt tűzőhab, amit sokan oázisnak hívunk, hanem egy fonott kosárba vizes virágföldet döngöltünk, és a drótozott szegfűt abba tűzködtük. Így készültek a virágkosarak, ami most már így ilyen hihetetlen ilyen kategória, de akkor így, még akkor így kezdtük. És már minden másképp volt. Most már egészen különleges segédeszközök vannak ebben a szakmában, tehát így mindent drótoztunk, most már ugye mindent ragasztunk, úgyhogy végül is nagyon sokat fejlődött ez a szakma, amióta én benne vagyok. Mikor kellett több fantázia, amikor kevesebb volt az alapanyag, vagy most, amikor több az alapanyag, akár a felszerelést, akár a növényeket nézve? Mind a kettő szerintem. Tehát már akkor is úgy gondolom, hogy legalábbis az én szemszögemből próbáltam mindig valami mást csinálni, ami nem mindig volt nagy tetszés egyébként, de mindig próbáltam valami, szerettem volna valami egyedit, valami Winkler Krisztiset. Ez ilyen, nem tudom, ilyen célkitűzés volt. És aztán arra is rájöttem, hogy ugye ezt a kettő dolgot, a virágkötészetet és a kereskedelmet összefogva lehet ezt igazából megalkotni. Úgyhogy akkor is próbáltam már pikkelyekből, mindenféle toboz pikkelyekből ragasztani, meg különleges szalagokat használni. Hát most óriásiak a lehetőségek, most nincs határ. Most már biztos, hogy kísérletezned nem kell, de annak idején, amikor kezdted, gyakori ilyenkor, hogy próbálkozni kell, és azért eldobják a kezdők a virágokat időnként és egyebeket? Hát, mennek a sútba. Igen, van ilyen, de még most is van ilyen. Még most is előfordul, hogy valamit kitalálsz, kipróbálnád. Igen, nagyon jól kigondolom, kitalálom, elkészítem, és az nem jó. Amellett természetesen, hogy a virágkötésről majd még kell beszélnünk, mert most már azért csodákat kötnek a virágkötő, Winkler Kriszti különösképpen, ugye tudjuk. Amellett azért másféle növények is vannak körülötted, például gondolok itt a szobanövényekre és egyebekre. Ezek terén képezni kell magad folyamatosan? Igen, mindig van újulás ebbe a szakmába. Mindig vannak újfajta növények, mindig vannak új cserepes növények. Úgyhogy igen, ezekre nagyon kell figyelni, meg mindig más van a fókuszban. Tehát mindig más virág kerül előtérbe, és akkor arról mindig illik többet tudni. Ugye én a dísznövényekről valójában nem tanultam. Tehát amit én a dísznövényekről tudok, azt a magam tudásából, vagyis hát akartam tudni, tehát meg akartam tanulni. Én szerettem volna tudni válaszolni a vevőnek, tehát hogy aztán végül is végeztem tanfolyamot, ahol már lehetett tudni, de én mindig utána nézek, mindig gondolkodom. Tehát nekem ez nagyon-nagyon fontos, hogy amit átadok, az teljes értékű legyen. Ugye az egzotikus növények jelentek meg az utóbbi években. Igen. Nyilván az időjárás változásának is köszönhető, és annak, hogy nyitva van a világ, nyitott a világ, ennek is köszönhető. Ezek biztos, hogy nagyobb kihívást jelentenek életben tartani itthon, nálunk, Magyarországon. Igen, de mondjuk nagyon sokat segítenek. Ugye ez egy komplex szakma. Tehát a termelők az nagyon mellettünk vannak, hiszen nagyon jól tudják, hogy ezt mi tudjuk eladni. És nagyon sokat segítenek nekünk ebben. Ugye vannak kísérleti fajták is, amiket próbálunk ugye előtérbe helyezni, de úgyis mindig a vevő dönti el. Tehát valójában a vevő szeme, a vevő lelke az, ami meghatározza, hogy mi az, ami sikeres lesz. Most valami titokra került fény, mert azt is kevesen tudják, hogy te azt is figyeled, hogy kinek készül az a virág. Hogy is. Ne. Ha netán ismered, az nagyon sokat segít. Igen, ha igen. Nem, kikérdezed a vevőt, hogy igen, mégis igen, milyen, mert hogy a lelkét is megtalálja a virág. Igen, mindig azt mondom, hogy ez egy ilyen szívalapú vállalkozás. Ez egy mikrovállalkozás, amiben én dolgozom, és ez nagyon-nagyon fontos, mert én ezt terveztem, tehát nem szerettem volna nagyon exkluzívat, én azt szerettem, hogy a hétköznapi emberhez elérjen a virág, és én ezt mindig is fontosnak tartottam, hogy ki mit gondol, úgyhogy én szoktam beszélgetni a vevővel, persze azzal főként, aki erre fogékony, és akkor mindig azt szoktam mondani, hogy együtt gondolkodunk.
ez nekem egy ilyen nagy veszőparipám lett az elmúlt években, hogy az együtt gondolkodásból olyan dolog születik, aminek ugye eleve már hárman fogunk örülni, ugye a virágkötő, a vevő és aki kapja, tehát ez ilyen a virág az egy ilyen öröm, meg öröm sokszorozó dolog, és akkor ez ilyen gondolat nálam, hogy ez így menjen, terjedjen, ez így legyen, mert ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó történet. Azzal kezdted, hogy az esküvőkön találkoztál először a csokrokkal, aztán lett neked is esküvőd. Milyen csokrod volt? Jaj, nekem egy csodálatos csokrot készített a mesterem, akitől nagyon sokat tanultam, Hartyányi Rita. Egy meseszép, ilyen cserepes virág spatifillum volt benne, fehér íriszekkel, és egy ilyen nagy leomló csokor volt. Igazából én akkor nem kértem semmit, mert én tudtam, hogy csodát kapok, úgyhogy nagyon-nagyon jó. Hát második esküvői csokrom is volt, mert én elváltam, és egy másik házasságban élek, ahol pedig egy barátnőm készítette el nekem az esküvői csokrot. Ott volt kívánságom, hogy ilyen fanelopszis orchidea legyen, de szívmelengetően gyönyörű volt. Ugye mind a két szakember olyan csokrot alkotott, ami megmelengette a szívemet, és mindig is vágytam. És viccből szoktam mondani, van még csokorálmom, de ígérem a férjemnek ezúton is, hogy nem fog máskor férhez menni. Van egy gyermeked is? Igen, igen, van egy csodálatos nagyfiam. Mennyire érdeklődik a virágok iránt? Én azt hiszem, hogy nem beszéltünk túl sokat erről a Barnabással, de azért a virág volt az neki nem a kedvence, hiszen anya sokat van ott. De én azt látom, hogy nagyon sokszor nagyon büszke. Úgyhogy azt gondolom, hogy ő egy sportember, és ő a sportot szereti, és azt is látom, hogy nagyon lelkesedik érte. Úgyhogy az a fajta lelkesedés, ami bennem a virágok felé van, neki megvan a sportba. Úgyhogy remélem, hogy ő is megtalálja az élete szerelmét, amiben tud dolgozni, amiben tud létezni, és egyébként ezt mindenkinek kívánom a világba, hogy így találja meg az élete célját és szakmáját, mint ahogy én. Visszatérve a virágokhoz, mondtad, hogy amikor kezdted a pályát, szegfő, gerbera, esetleg rózsa. Igen. Aztán amikor én megismertelek, az sem mostanság volt, akkor ment a zöld. Igen. Minden zöld volt, az esküvői csokor is zöld, igen, volt, mert hogy, igen, nem csak a levele volt a növénynek, igen, zöld, hanem a virága, igen, is. Most viszont mindenféle szín pompázik. Van divat? Most van olyan szín, ami divat a virágok között? Most a pasztell még mindig, ha bár minden évnek kijön a trendje, de azt hiszem, hogy valamire így rákapnak a menyasszonyok, most még mindig az idén a pasztell színdívot, mindig visszafogottat szeretnének. Az angol rózsák, a boglárkák nagyon-nagyon divatosak, a pünkösdi rózsa, tehát virágdivat is van, virágszín. Egy picit ezt inkább a külföldről jött netes oldalak határozzák meg, nem is az idei trend. Talán ami most az idei trend, az lehet, hogy két év múlva fog ideérni, de mindig vannak fantasztikusan gondolkodó menyasszonyok, akik így fellelkesülve és az egyéniségükből fakadóan valami extra különlegeset, így hála Istennek most itt van ez a greenery stílus, ami a zöldekhöz csatolódik vissza, de még mindig előfordul a vintage esküvő, de én azt szeretem, amikor a mennyasszony egyéniségéből fakadóan lesz egy olyan stílus, amiben ő létezni tud a vőlegénnyel együtt persze, és akkor nagyon jókat lehet együtt alkotni. Egy esküvőre hányféle virágkompozíciót kell összeállítani? Tehát hova, mindenhova kerül virág? Hát én úgy szoktam mondani, hogy van az esküvő virágainál a mennyasszony körüli virágok, a csokor kitűző, ami a mennyasszony körül vannak a koszorúslány csokrok, aztán van a templomdíszítés és a teremdíszítés. Ugye ez az esküvő mértékétől függ, hogy milyen nagy az esküvő. Én azt szoktam mondani a mennyasszonyaimnak, hogy nincs kis esküvő, csak esküvő van, de van, amikor 30-40 kompozíciót el kell készíteni egy esküvőre. És ezeknek mind összeillőnek kell lennie, igen, gondolom. Igen, stílusba. Hát a mennyasszony kitalálja, én szakmailag megtámogatom, és akkor ebből lesz egy nagyon klassz dolog. Úgyhogy igen, nagyon be kell figyelni. Hogy lehet életbe tartani ezeket a növényeket, amelyek már tulajdonképpen nem vízben vannak a dekoráció során? Mindig azon csodálkozom, hogy van, hogy előző este vagy hajnalban elkészülnek, és este még mindig pompáznak. Ez egy nagyon jó kérdés. Én azt mondtam pont most egy mennyasszonynak, aki egy majdnem tökéletes autódíszt hozott vissza szombatról, hogy hogyan, és akkor azt szoktam mondani neki, hogy ugye a beszerzés nagyon fontos, hogy az ember hol vásárolja a virágot, meg a technika, hogy elkészíti, mert nagyon sok vízalapú tűzőhab van, nagyon sok technika, most már vannak nagyon remek ilyen permetek, amivel lefújjuk és tartósítjuk a virágszirmokat,
Tehát nagyon-nagyon sok anyag, meg nagyon sok kellék támogatja ezt a dolgot, és tényleg nagyon-nagyon tartós, nagyon szép dolgok születnek így, és hosszú. Tehát van, amikor a mennyasszony mondja, hogy hazajöttek Nászútról, és még szép a csokor. De én akkor úgy vagyok vele, hogy lehet, hogy a lelkének szép. Én már akkor nem vagyok benne biztos, hogy nekem is szép lenne, de örülök, ha ilyet mondanak, mert ez azt jelenti, hogy jól végeztem a dolgom. Ki tudsz dobni haldokló virágot? Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert most is kaptunk vissza dekorációból virágokat, nem tudták elosztogatni, és akkor itt a virágbolt környéke jár jól, mert akkor azt inkább odaadom a kismama barátnőimnek, az időseknek, akik arra járnak, és akkor ők megkapják, hogy még gyönyörködjenek benne. Nehéz, de egy mennyasszonyi csokrot is odaadnom nehéz. Tehát mindig elbúcsúzok, meg simogatom, meg puszilgatom, mielőtt átadom a csokrot, mert az ember sokat foglalkozik vele, alkot, gondolkodik. 2,5 óra egy mennyasszonyi csokor elkészítése, ugye ez nagyon sok idő. Mikor valami az ember magáénak érzi, de hát természetesen nekik csináltam, tehát van, amiket azt mondom, hogy itt van ez a csokor, nagyon szép, nézzétek meg, és nem fogom odaadni. Hát persze, hogy odaadom, de van, amelyiktől nagyon nehezen válok meg. Tehát kialakul a kötődés. Van olyan virágkompozíció, csokor, koszorú, bármi, ami úgy örök életre emlék maradt? Hát az édesanyámnak készítettem egy virágkosarat a 70. szülinapjára. Egy ilyen tűszírmű, apró narancssárga minigerber, a különlegesség volt akkor, és az nekem nagyon megmaradt. Az érzelmileg is biztos vagyok benne, mert anyának készítettem, meg az egésznek a hangulata, meg az egésznek az öröme, az egy nagyon különleges dolog volt a számomra, és az mindig itt él a szívembe, de is minden nap azt mondom, hogy ez a kedvencem, és mindig jön egy újabb kedvenc, mindig azt mondom, hogy ennél szebbet még soha nem csináltam, nem igaz, ezt sosem mondom, mert mindig van benne hiba, de azért másnapra, vagy még 2 óra múlva megszeretem, de mindig van egy újabb nagy kedvenc, mindig. Azon gondolkozom, hogy most tulajdonképpen neked a munkád a hobbid, vagy a hobbid a munkád? Mind a kettő. Igen, tehát nekem nincs hobbim, és nincs munkám. És minek tudható az, hogy ilyen sokan ismernek a városban? Tehát tulajdonképpen bárhol megfordulsz, mindenki ismerősként tekint rád. Hát én szeretem az embereket. Kétféle embertípus nagyon-nagyon szeretek, a gyerekeket és az időseket, őket kiemeltem. Én nagyon-nagyon szeretem a körülöttem lévő embereket, olyan csodálatos emberekkel vagyok körülvéve, nagyon különleges emberek is vannak körülöttem, és nagyon sok, hogy mondják ezt, érzelmi gazdagsággal megáldott. Meg azt hiszem az elfogadás. Tehát, hogy én elfogadom azt, hogy valaki olyan, amilyen, és nagyon-nagyon lehet szeretni őket, és azt hiszem, hogy igazából a viszont szeretésből fakad ez. Hogy az ember szeret valakit, és viszont szeretik, és ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Tehát, hogy én mindig százszorosan kapok vissza mindent, amit adok. Én ezt így érzem. Én kívülről nem ezt látom. Tehát, hogy nem ilyennek látom magamat, ti ilyennek láttok engem, aminek én nagyon örülök, nem vagyok benne biztos, hogy élnétek is velem. De valóban végtelenül szerencsés vagyok azért, ami engem körülvesz. Most, és annak is örülök, ami bal szerencse ért az elmúlt időben, mert hogy azokból meg nagyon sokat tanultam. Tehát Winkler Kriszti élete nem csak móka és kacagás, de át tudom magamba fordítani azokat a dolgokat, amik nem jó dolgok, és ezt is talán azt hiszem, hogy a szüleimnek köszönhetem, meg a körülöttem lévő emberektől tanultam, akik nagyon sokat jelentenek nekem. A nézők bizonyára észrevették, hogy dekorációval érkezett természetesen Winkler Kriszti. Érdemes megnézni ezeket a csodákat itt az asztalon. Hát mutasd be őket, kérlek. Ugye ősz a kedvencem, rajongásig szeretem, és azt is tudom, hogy te is szereted. Ezek a mi színeink, Csilla. És gondoltam, hogy a kedves meghívása cserébe gondoltam rád is, hogy olyan színeket, hangulatokat hozok ide, amik ugye felemelik az ember lelkét, hát csak az ember rájuk néz, és már mosolyog, így van. És gondoltam, hogy választok egy témát, és ez a dísztök, ami most ősszel. Úgyhogy a dísztököt beletettem virágdobozba, ugye eleve egy dísztököt díszítettem szintén élővirággal, és egy cserepes virág variációt is készítettem, hogy mennyi mindent lehet
mennyi minden rejlik egy anyagban, hogy mennyi dolgot ki lehet hozni belőle, és azt gondolom, hogy ezek a színek ebben az évszakban mindig örömet csempésznek az asztalról a szívekbe. Tehát, hogy aki egy ilyet tesz az asztalára, és hazamegy, és rápillant, az szerintem örömmel van otthon. Így van, ragyognak, mint ahogy te is. És nagyon szépen köszönöm, hogy 25 percig élvezhettem a ragyogásodat, és itt voltál velünk ebben a műsorban. Sok-sok virágot köréd, nagyon sok köszönöm. Virágot köréd, még nagyon hosszú ideig. Kedves nézőink, az elmúlt 25 percben Winkler Kriszti virágkötővel beszélgettünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak velünk. Viszontlátásra!